A hagyományok azért vannak, hogy a közösség fennmaradjon. Jól tudják ezt Pogányban, ahol a német önkormányzat 1998-as megalakulása óta szervez programokat. A falusi népszokások közül talán az egyik legnépszerűbb esemény a disznóvágás. Pogányban ezt a hagyományt elevenítette fel a német közösség. 2014-ben kitaláltuk, hogy a fiataloknak megpróbáljuk ezt a régi falusi hagyományt átadni, a disznóvágásnak a fogásait. Megpróbáltuk ezt retrosítani, ezáltal jött létre az az ötlet, hogy a lányok jöjjenek fejkendőbe, otthonkába, a fiúk, akinek van svájci sapkája, vagy siltes sapkája, régi fajta siltes sapkája. Megpróbáltuk a régi ízeket elővarázsolni, a régi fogásokat. Hát mai napon elmaradt, de szoktuk egy ilyen termékbemutatót csinálni, sonka, szalonna, egyéb dolgokat. Most ezt úgy próbáltuk megcsinálni, hogy ettől eltekintünk, mert kicsit csúszásban voltunk reggel az idővel, de úgy gondolom, hogy hálát adhatunk az égieknek, hogy ilyen időt fogtunk ki, nem kell bevonulni semmilyen épületbe. Itt tökéletesen a szabad idős rendezvény feltételeinek megfelelünk, és hát nagyon nagy hálával tartozunk a fiataloknak, fiatalabbaknak, akik ebben részt vesznek. Idén kicsit kevesebben vagyunk a szokottnál, mert egyik-másik német közösségi emberünknek karanténba kellett vonulnia. Egyébként ezt Német Nemzetiségi Egyesület címén hirdetjük meg ezt a disznóvágást, így be tudjuk határolni azt a közösséget, aki meg van ide hívva. Egyébként meg mi egymás közt úgy hívjuk a német közösség, akik az önkormányzat, meg az egyesületen belül tevékenykednek, illetve szimpatizálnak és segítenek mindenben. Pogány több nemzetiségű falu. Németek, horvátok és magyarok élnek itt. Az evangélikus vallású németség az 1800-as évek végén belső áttelepüléssel költözött Észak-Baranya és Dél-Tolna térségéből a faluba. Nagyon aktívak, ezt gondolom, nagyon sok programot szerveznek, aminek én nagyon örülök, és azt szerintem az egész település örül ennek. Nincsenek ennyire élesen szétválasztott határok, hogy ki a német, ki a horvát, ki a magyar. Egy település vagyunk, egy közösség vagyunk. Természetesen az identitását mindenki meg tudja őrizni. És nekem mindig is az a veszőparipám, hogy egy településen nem csak lakni, hanem élni is kell. És ennek mentén kapcsolódik a mi életünk itt Pogányban, és ez egy ékes színfoltja az évkezdésnek egyébként. Sajnos a tavalyi évben ez elmaradt, de az ezt megelőző sok-sok évben már itt nagyon sokan részt vettek ezen a disznóvágáson. Ez nem csak az ételről, itt arról szól, hanem a barátkozásról, a beszélgetésekről, de ugyanakkor mellette a fiatalság meglátja, meg tudja tapasztalni, hogy milyen egy igazi falusi disznóvágás, ami egy nagyon jó dolog szerintem. Bent a konyhán is nagy a sürgésforgás, míg a férfiak kint a disznót dolgozzák fel, az asszonyok sütnek, főznek. A frissen vágott disznómáját sütik itt a hölgyek, ezt kínáljuk a fenndolgozóknak. Készülnek a mártások, hagymamártás, gyümölcsmártás az ebédhez, és majd itt fogjuk készíteni a töltött káposztának a gombócokat. És hát a cél az, hogy az idősebbek átadják a fiataloknak a disznóvágás fortéjait, megtanítsák, hogy minél tovább maradjon ez a hagyomány, és készüljenek a házias finomságok. Az iskola menzáján pedig már készül az ebéd. Anna a horvát kisebbséghez tartozik, de mindig szívesen segít a német rendezvényeken is. Ugye ott lent leszúrták a disznót, mi főzünk itt fönt az uraknak, akik lent dolgoznak. Itt sütjük meg a húsokat. A Covid szabályok miatt ugyan az esti vacsora és bál ezúttal elmaradt, a sváb disznóvágás jó alkalom arra, hogy ezeket a régi szokásokat felelevenítsék, és továbbadják a gyerekeknek, a fiataloknak, akik majd a remények szerint megőrzik, és megtanítják ezeket az értékes hagyományokat a következő generációnak is.